Köszöntöm a Jobbik Nemzeti Majálisának harmadik napján megjelenteket. Örömmel hirdetem, hogy tegnap 20 ezer ember volt itt a Majális területén. A koncert alatt egyszerre. Közös az örömünk. Szóval a koncertek alatt egyszerre 14 ezer ember táncolt, érezte jól magát, gyermekek ugrálóvárat, kézműves foglalkozásokon vettek részt, ijászkodhatnak, motorozhatnak rá. Teljes egészen, hogy mindenki jól érezheti magát, pihenhetnek is, árnyékos, nyugodt részek is vannak a környéken. De hát itt a rendezvény sátorban, ahogy tegnap és tegnap előtt, teltházas előadások folynak egészen délután 1 óráig. Most el is kezdjük Novák Előd és Murány Levente alelnökkel, a Jobbik országgyűlési képviselőivel, azért egy kultúrát tapsot hagyjuk. Szóval a köszöntés után vágjunk is bele. Mindkettőtök nemrégen érkezett vissza a Majális területére. Előd itt reggelizett a képviselőkkel és a kiérkező első 100 vendéggel, de aztán visszamentetek a Fehér Házhoz, ugye a képviselőházhoz, és történt valami, ami szerintem az itt ülők közül nagyon kevesen tudnak, ha tud egyáltalán valaki, mi történt. Odaadom mind a kettőtöknek a mikrofonja, Elődnek csalok egy. Na, be van kapcsolva, jó. Hát el kell mondjam azt, hogy megint egy, hát hogy mondjam, csúnya tettet hajtottunk végre a liberálisok ellen. Novák Előd vette a fáradtságot, megnézte Gaudi Tamással a idevágó jogi passzusokat, hogy mondjam így, és kiderült, hogy az Országházon és a hozzátartozó Fehérházon köznéven, az Irodaházon tulajdonképpen a rendeletek értelmében nem kellene kinn legyen az Európai Unió zászló. De hát a magyarországi irányító, más helyről vezérelt irányító adminisztráció ugye túllihegve a dolgokat, mint azt, hogy már megszokták moszkvai nyalások idején, most is ezt veszte, tulajdonképpen ugyanúgy túllihegve, csak most nyugati irányba lapatolnak. Kitették mind a két helyen a zászlót, ezért újra összefogtunk a szent cél érdekébe, hogy a törvényességet helyreállítsuk, és bevontuk az Irodaházon az Európai Unió zászlót. És előtt gondosan elcsomagolta, eltette egy íróasztal legmélyebb fiókjába, holnap újra elővesszük, és előddel átadjuk Lezsák Sándornak, a ideiglenesen vezető országgyűlési elnöknek, hogy hát azt csinál vele, amit akar. Természetesen némi ellenkezés volt az őrök részéről, de meg kell mondjam, hogy nagyon korrekt, tehát nem tudok rájuk rosszat mondani, nem is akarok, mert velünk általában azt veszem észre, hogy még az őrök is szimpatizálnak, de ezt ne hallja meg a főnök. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megint egy újabb fegyvertény, amiért én is arra büszke vagyok egy kicsit, gondolom előbb is, hogy a belügyminisztert fog megint feljelenteni bennünket személyesen. Ez valahol egy komoly megtiszteltetés. Legyünk őszinték, azért nem minden nap jelent föl minden ember, akárkit, bárkit, hát minket akárkit feljelentett. Ügyészség el is rendelte a nyomozást. Mindent el kellett tüntetnem a lakásból, ami számukra nem szimpatikus, de mindegy. Nem volt házkutatás, ez egy kicsit sértem, mert nem lesz értő, mert nem lesznek komolyak ezek szerint, vagy nem tudom mi ez szélhámoskodás, csak az EU szemébe hintették a port, a liberális háttérhatalom szemébe hintették a port, hogy feljelentették Novák Elődöt és Murányi Leventét, nem tudom. Én minden esetre örültem volna, hogy legalább bevisznek egy
vizsgálati fogságba, a Gyorskocsi utcába, ahol annak idején 9 hónapot volt 16 évesen megkezdve szerencsém eltölteni. Nosztalgikus pillanatokat éltem volna, és ugye megírtam könyvben a első ilyen jellegű kalandomat Kamaszfejjel 1956-ban címnál, most megírnám, hogy Kádár börtönétől Orbán börtönéig. Ezt a lehetőséget most nem adták meg, hát igyekszünk. Mondja valamit. A Pableves már biztosítva van, ezt úgy hallom. Urány, nem, de szereti a Pablevest. Novák előttőz fordulok, nem ez volt az első eset és az első találkozás az Unió zászlajával. Volt egy demonstráció, ahol nem csak bevontátok az Unió zászlaját, hanem meg is gyújtottátok. Ebből aztán, hát mondhatom, hogy egy nemzetközi botrány indult el, mert nem csak itthon Magyarországon tiltakozott, határolódott el, kritizálta a különböző politikai tömörülések, szervezetek, hanem azért külföldön is ez vezető volt a hírcsatornák műsoraiban, vitaműsorokban vitáztak arra, hogy lehet, nem lehet. És aztán ez elindult, mert Lengyelországban is utána meggyűjtöttek az uniós dobogót, és hogyha körbenézünk jelen Európába, hát azért égnek rendesen csak Görögországot alapul véve. Tehát ez az uniós rendszer, ez valahogy kivívta most jelen esetben már az emberek szemében azt a pozíciót, hogy itt bizony a tiltakozás elejé az uniós zászló meggyújtásában mutatkoznak. Milyen érzés volt akkor azon a demonstrációra színpadon lenni, meggyújtani az zászlót, és milyen érzések kavarogtak akkor, és milyen következtetések csapódtak le utána? Igen, azt gondolom egészen más a megítélése azok körében, akik ott voltak és átélték ezt a hatalmas tüntetést, amit január 14-én tartottunk az Európai Bizottság ultimátuma után néhány nappal. És hát az, amit mi főleg a színpadon átélhettünk, az a több ezer ember által skandált gyújtsuk fel, az bizony hát erőt adott nekünk. Azért hozzá kell tenni, ez nem egy nemzet logogója volt, azt nem égetnénk el, még akkor sem, hogyha mondjuk egy magyarsággal ellenséges nemzet logogójáról lenne szó. Viszont ez egy intézményrendszerét, egy gyarmatosító intézményrendszerét az Európai Egyesült Államoknak a logogójáról van szó, melyet sajnos a hatályos 2004-es törvény szerint minden közintézményen ki kell függeszteni, épp ezért Urányi Levente képviselőtársammal majd törvényjavaslatot is benyújtottunk arra vonatkozóan, hogy ne kelljen, legalább ne kelljen, ha egyelőre be nem is tiltjuk, de nem a mi szokásunk a tiltás, de legalábbis ne kelljen kötelezően az intézmények költségvetésének termére ezt rendszeresen tisztogatni és kifüggeszteni a megadott paraméterekkel. Vessük véget annak, hogy a gyarmatosítás szimbólumának kötelező legyen a megjelenítés a közintézményeken. És ráadásul ehhez még hozzá tartozik, hogy még ez szerint a 2004-es és jelenleg is hatályos törvény szerint is az országgyűlés kivételt képez, ott nem kellene megjeleníteni, és nem véletlenül írták bele ezt kivételként, a nemzet szuverenitását kifejező parlamenten semmi keresni valója az Európai Egyesült Államok zászlajának. Ezért itt egy a törvényes rendet helyreállítva vontuk be ma a logogót. Az országgyűlés épületéről ma nem kellett, már látogatást tettem ott az egyik teraszon, de hát a kínai delegáció fogadása miatt ezt ma amúgy is megtették és lecserélték a logogót, viszont az országgyűlés épületének minősül az irodaház épülete is. Ott ezt megtettük, Urányi Nemet 56-os szabadságharcossal. Hadizsák már nem osztuk el. Félretettük, hiszen ez az országgyűlés tulajdona, azt gondoljuk, hogy egy vitrínben egy leköszönt múlt emléke gyanát valahol megőrizhetik, viszont semmiképp sem méltó ez arra, hogy az országgyűlés épületére kitűzzék, mint egy túl lihegve, még a hatályos jogi szabályozást is, ami egyébként sajnos rendkívül jellemző Magyarországra ez a szolgálati hozzáállás, hiszen mondjuk nézzük meg, hogy amíg mondjuk Václav Klaus cseh elnök még a hatályos szabályozással, az ottani hatályos szabályozással szemben is rezidenciájának tetejéről eltávolította az Európai Unió zászlaját, addig mi szolgalelkben oda is kitesszük, ahova valójában nem is lenne indokolt. Semmilyen uniós jogszabály nem kötelez minket ráadásul erre, nem is gyakorlat ez. Például Németországban sem teszik ki a közintézményekre az Unió zászlaját, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen gyarmatosító intézményrendszernek nincs helye.
Hát, hogyha ezt a hadizsákmányos tehát nem is hoztuk el, viszont egy régi ereklyénket elhoztuk, ami az ország, a Jobbik országos irodájában a Villányi úton megtekinthető egyébként, amíg nincs pártmúzeumunk. Már Szabó Gábor pártigazgató, aki fölkért minket erre a témára, már régóta fontolgatja egy ilyen intézménynek a létrehozását, és nekem is régi vágya, ahol ezeket az ereklyéket, akár csak Vona Gábor mellényét, mondjuk azt a híres mellényt, amit ugye Varga B. Tamás is megzenésített, és hát sok minden más, én is szívesen beadnám a kis dolgot és egyéb régi ereklyéket, azt gondolom. Ez az az ászló, amiből viszont jelöre fölhívom a figyelmet, mert nagyon sokan szeretnének közös fotót készíteni, természetesen lehet kézbe is lehet venni, de kérem, hogy tovább ne daraboljuk, mert így is már csak ennyi maradt belőle. Mindig mindenki csak még egy centit szeretne ebből. Aki kín volt január 14-én, az megtehette, vihetett belőle. Darabokra szaggatták a maradványát is a népharag keretében. Viszont ezt most már őrizzük meg így az utókornak. Remélem, hogy január 14-én elindult valami, ami hogy hova vezethet, reméljük egy népszavazáshoz, hiszen egy népszavazással tereltek el minket az Európai Unióba. Egészen egyoldalú kampány folytatva, ugye óriás pakátokon az volt például, hogy majd nyithatunk kávézót Bécsben, mintha ez lenne a magyar emberek mindennapi problémája. Sokkal inkább már az, hogy nem mehetünk be egy kávézóba, egy cukrászdába, mert egy átlag magyar embernek sajnos ma már egy krémesre sincs pénze, nem engedheti meg. Lassan luxus kiadásnak minősül ez. Ez a mai magyar társadalom széles körében a probléma sokkal inkább. És ma úgymond a munka ünnepén, ha már hivatalosan a munka ünnepe van, el kell mondani azt is, hogy bizony a nyugati bérek nem jelentek meg Magyarországon, sokkal inkább csak a nyugati árak. Az árszínvonal az, ami kialakult a nyugati árakhoz. És mindaközben mondjuk egy multinacionális cég magyarországi üzemében ugyanazért a munkáért, ugyanazért a termékért az adott munkavállaló jóval kevesebb bért kap és jóval rosszabb munkakörülmények között dolgozik. Mindezek vezettek el minket oda, hogy azt mondjuk, hogy ki kell lépni az Európai Unióból. A kérdezés sorrendjén, tehát újra előről fogom kérdezni ez ügyben, és Leventé pedig május 1-e és az úgynevezett kommunista ünnepek, nyugdíjak, mert hát nagy élvezettel érhettél abban a rendszerben, megbecsült tagja voltál annak a rendszernek, és ráadásul támogatója is. Szerintem, hogy mit idézőjelben mondom. Tehát így ilyen tudni komolyan venni ezzel, hogy jelzem, hogy idézőjelben mondtam ezeket a dolgokat. Hát előtt fordulok azzal a kérdéssel, hogy sokan, amikor unióból kilépésről beszél a Jobbik, azt mondják, hogy hát kérdezik, az unión kívül nincs élet. Az uniótól kapunk minden támogatást, pénzt, különböző fejlesztéseket. Mi lesz, hogyha vége az uniónak? Mert tőlük kapunk ráadásul kölcsönöket, innentől kezdve vége az életünknek. Sokan ezt mondják, és erre mondják, hogy a Jobbik fejveszte politizál, mert nem lehet, ma már nem lehet kilépni az unióból. Ezt kérlek, fejtsd ki. Ez az, amit cáfolnunk kell, ugye? Hiszen a közhiedelmekkel és a médiában megjelenő információkkal ellentétben van élet az Európai Unió kívül is. Ugye Orbán Viktor mondta ezt szó szerint, persze ellenzékben. Ellenzékben mindig bátrabban fogalmaz. Viszont erre most is szeretnék emlékeztetni, és ezzel az egyoldalú nyugati függőséggel szemben mi a keleti nyitás politikájával szeretnénk kiegyensúlyozni. Elsősorban a gazdasági kapcsolatainkat. Nem szeretnék bezárkózni, pláne nem szeretnék Európa szívéből, Közép-Európából elköltözni. Mi itthon vagyunk Európában, viszont szeretnénk főleg gazdaságilag kiegyensúlyozni. Hiszen munkahelyet úgy lehet teremteni, hogyha megmondjuk, hogy hol lehet munkahelyet teremteni, mire teremtünk mi munkahelyet, milyen piacokra, elsősorban a keleti, például az orosz piacok visszaszerzésével, illetve a hazai piacoknak a visszaszerzésével, hiszen az Európai Uniónak sajnos egyik legfőbb káros hatása volt, hogy a saját piacainkat is elveszítettük. Itt a privatizáció során is felvásárolták úgymond a gyárainkat, de leginkább azokat bezárva a piacainkat szerezték meg, és ma holland paradicsomot és egyebeket kell vásároljuk itt szégyenszemre, olcsóban, mert nincs versenyhelyzet. Tehát ezen szeretnénk gyökeresen változtatni, még akkor is, hogyha ezek az információk és ezekről érdemi vitát nem lehet folytatni. Ugye nagyon szűk mezsgi, amit Leventével is rendszeresen lavírozunk, hogy hogyan tudjuk úgy a média inger küszöbét áttörni, akár ilyen performanszokkal, hogy közben még azért a társadalom széles körében ne legyen negatív a megítélése. Azt gondolom, hogy ahogy a cigánybűnözés szó kimondásakor is, úgy a zászló égetéskor is, eleinte még voltak, akik felhőköltek és azt mondták, hogy azért ez talán sok. Ma viszont azért, ha visszatekintünk mondjuk akár a cigánybűnözés szónak a használatára, hogy Újhely István leszámítva, nem hiszem, hogy ma valaki még nagyon
felháborodna ezen. Úgy szintén azt gondolom, hogy egy kicsit elébe szaladtunk, de néhány év múlva szinte, lehet, hogy általános nemzetközi gyakorlat is lesz az uniós zászlóéget és a mit szimbólum, de ez csak egy szimbolikus tett volt. Mi alapvetően azt szeretnék, hogyha érdemi vita, párbeszéd folyhatna erről, mert sajnos nem történik ez meg. Hiába hirdettük meg sajtótájékoztatónkat, hogy egy performance-ra is lehet számítani. Ennek ellenére az Echo Televízió volt kint egyedül, illetve a Lánci Rihárd barátunk által vezetett Barikád TV, illetve Barikád.hu videósai. Ez elhallgatnánk a folyamatot. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy szeretnénk, ha erről egy olyan szintű társadalmi vita alakulhatna ki, ahol meg tudjuk védeni, a gazdaságpolitikusaink is meg tudják védeni az igazukat, fel tudjuk vázolni ezt a másik utat, amit akár bilaterális egyezményekkel, kétoldalú államközi megállapodásokkal, akár Svájc-Norvégia mintájára igenis tudunk járni. Nem lesz könnyű út, ezt soha nem mondtuk, viszont a jelenlegi uniós tagságunk gyakorlatilag az államcsőd szélére sodorta Magyarországot, mi ezen szeretnénk változtatni egy népszavazással, amire sajnos ez az új alaptörvény nem biztosít lehetőséget, tiltja a népszavazást, úgyhogy előbb meg kell változtatni az alaptörvényt, ezért nem tudunk most aláírásokat gyűjteni az unióba való kilépésünk érdekében. És mielőtt valaki még azt mondaná, hogy akkor most gyűjtsünk azért aláírást, hogy legyen népszavazás arról, hogy módosítsuk az alaptörvényt, hogy lehessen népszavazást az unióba való kilépésre, elmondanám, hogy arról se lehet népszavazást tartani, hogy bármit módosítsuk az alaptörvénybe. Szóval szépen bebetonozták itt a hatalmukat, semmi más nem motiválta a kormányzatot, minden egyes törvény, akár az alaptörvény meghozatal, akkor csak a saját hatalmának bebetonozása. Mi ezzel szemben a nemzet érdekeit nézzük, és ez egy meghatározó akkor is, amikor az uniós tagságunkat ítéljük meg. Visszatérve most már a mai napra, május 1-je van, azért, hogyha mondjuk egy jó 30 évvel ezelőtti május 1-ére gondolunk, ott azért egészen más stílusú május 1-ék voltak, integetős, boldog, mosolygós, neked ebben volt részed, de ha végignézünk a parlament hadsoraiban, azért egy-két integetős, mosolygós ember az akkori időkből most is ott ül. 1956-os forradalmárként milyen érzés? Neked jobbra tekintem, ugye jobbra helyezkedik el az MSZP páholya, MSZP DK páholy, bocsánat, mert most már ugye osztódtak. Gyurcsány külön, hogy behívottál. Tehát az MSZP DK páholya tőled jobbra helyezkedik el, nem gondolítiságban, félre ne értsük, de hogy milyen érzés azokra nézve, azokra az emberekre, akik közül sokan még a 30 évvel, de lehet, hogy még a 40 évvel ezelőtti május 1-én is ott meneteltek, integettek, vagy éppen fogadták az integetéseket. Hát csak az idősebbek emlékeznek erre az időszakra, amiről most így szólok a Vicsi által feltett kérdés kapcsán. Engem 1957. február 24-én éjjel vittek el Horn Gyula féle tufajkások, 13-at magammal, tehát rajtam még 12-t, akiből aztán 3-at kivégeztek, egyet agyon vettek. És mi bent értük már meg a Gyorskocsi utca 5. emeletén a katonapolitikai kémelhárítási osztály zárkáiba azt, ami 1957. május 1-én történtek az országban, Budapesten elsősorban. Kádári a szervezési tudásukat, erőszak szervezeteiket, pénzüket, akaratukat bedobva produkáltak egy demonstrációt a felvonulás téren, hogy igenis láthassa a világ és az ország és mindenki azt, hogy milyen hatalmas tömegek állnak mellette. És ez behalaszott a börtönbe is, ne fizikálisan gondoljátok, hanem áttételeiben. Akkor, amikor a magyar szabadságért küzdő halálos ítéletük indoklását hallgatták, az országnak bizony sok száz ezer emberet demonstrált amellett, hogy igenis megérdemlik a halált. Azért, mert felkeltetek ez ellen a csodálatos kommunista világ ellen. Tehát volt ennek egy ilyen szomorú, nagyon szomorú, bántó, mitől hazaálló üzenete. Természetesen akkor sem és most sem értek ellenséges indulatot azok ellen, akik ott felvonultak. Egyrészt butaságból, másrészt az egészet igazából nem értette meg, nem fogta fel. Valamint nem akarta elveszteni a munkahelyét, a gyerekét továbbra is iskolába akarta járatni, szerette volna a bölveszik az egyetembe.
és a többi, és a többi. Érem az aljas trükkjei ennek a világnak bizony tudtak ilyet eredményezni. Ha most körülnézünk, most is látunk hasonlót. De a május 1-jét, hogy tanultuk mi idősebbek, mondjuk még a 35 év felettiek, a munka ünnepe, és ezt a mesét ma is beletják, a munka ünnepe. Tényleg május 1-je a munka ünnepe. Én nem tudom, mit kell a munkán ünnepelni, azt tudom, ha van munkahelye az embernek, és dolgozhat, akkor van fizetése, és talán működik, ha nem is csodálatos. Már kérem, megmondom, hogy miért kell ünnepelni május 1-jét. Kérem szépen, volt egy olyan nevű ember, hogy Adam Weishaupt. Ez az Adam Weishaupt, ez zsidó embernek született Németországban. Majd kikeresztelkedett kereszténynek, és jezsuita szerzetes lett. És jezsuita szerzetességében, ájtatosságában érte azt a hír, hogy Rothschildék üzentek neki, hogy fiú, van pénz elég, meg kell szervezned a legátfogóbb, a legnagyobb értőlelő világot átfogó szabadkönyves szervezetet, az Illuminátusok rendét. Azt a rendet, amely megszervezte és levezényelte a francia forradalmat. Azt a francia forradalmat, amit nekünk könyvbelábadt szemmel kellett emlegetni anno dacu. Bastille ostromáról csodákat tanultunk. Ágyuk dörögtek a falakon és lent a fal tövébe, ostromlétránkon harcosok mentek. A valóság annyi, hogy arra se járt senki. Két fogoly volt a Bastille börtönében, egyik sem politikai jellegű, az egyik ma úgy mondanánk, hogy pedofil, a másik úgy mondanánk, hogy kleptomániás. Kérem szépen, este a nyugdíjas gárdának az egyik tagja, aki őrként szerepelt, bezárta kulcsra a Bastille kapuját és hazament. Másnap reggel a nép szétverte a kaput, ezt a két köztörvényes bűnösök elengedte, és elfoglalták a Bastille. Na, ennyi volt a valóság. Ezzel szemben az történt, és ez a tragédián, ez a bizonyos Illuminatus szabadkövüves rend akkor tette Európát arra az erkölcsi morális lejtőre, aminek kapcsán megalakulhattak a különböző diktatúrák, nácizmus, kommunizmus. Minket ez már elért a 19. század végén, a 20. század elején. Voltak rá Károlyi Mihályok, Kun Bélák, és hagyd ne soroljam az összes mocskos gazember akár napjaink. Kérem szépen, ez a szabad könyves rend hozta létre, hogy az Isten központú világból ember központú világ. Akkor jöttek be azok a fogalmak, amik mindig hazugságot takartak, csak ma már annyira gyönyörűen sziporkázóak, színesek, hogy nehéz róla beszélni, hogy hazugság. Kérem azt, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség soha nem volt, és nem is lesz. Ha valaki nekem tud olyan időszakot mondani, mikor ez működött, ájultan, csodálkozva, leesett állal fogom hallgatni. Hazugság a népnek szólt hátírni. Kérem, az egész emberiség története innentől recseg és ropog. És velünk megünnepeltetik, buta golyókkal, megünnepeltetik május 1-jét, mert az Illuminatus rend ma is dolgozik. Ővele van dolgunk. Tessék tudomásul venni, bármennyire hihetetlen, velük van. Csak ma már különböző szervezeteik vannak. Ahogy annak idején, mondjuk Antal Józsefet indulásból beszervezték abba a szabadkőműves rendbe, amely Trianont határozta meg. Szabadkőműves lett a Skull and Bones Ordernél, az a koponya és csontok rendjénél. De még nem volt olyan államfő, amely nem volt volna valamelyik szabadkőműves rendnek a tagja. De elmondom önöknek, hogy II. János Pál pápa akkora szabadkőműves volt, hogy egymaga az Empire State Buildinget fel tudta volna építeni. Kérem, ezeket ma nagyon nehéz tudomásul venni. De akkor, amikor ha valaki esetleg tegnap a Duna TV-n végignézte Bogár előadását, vagy a Varga előadását, vagy voltak még második. Kérem szépen, mikor arról a láthatatlan háttérhatalomról beszélt.
hát akkor tudják azt, hogy az illuminátusok rendjéről, vagy az apostakból van. És akkor van egy olyan külügyminiszterünk, aki kérem szépen tagja egy olyan szabadkönyves társulatnak, amely a nemzetek megszűnte utáni Európáról gondolkodik. És ő egy nemzeti kormány külügyminiszter. Miről beszélünk? Hülyének vagyunk nézve, ne sértődjenek meg, mindannyian, én is. Úgy adják be a különböző nudlikat, hogy nem igaz. És mi meg lenyeljük. Úgyhogy ennyit a május 1-e munka ünnepéről. Elnézést, ha valakit nem jön. Én viszont tovább tudom a politikai labdát, piros pöttyösnek lehet nézni, inkább vörös labdának hívnám. Kommunista nyugdíjat, ugye? A május 1-jéhez kapcsolódóan ez egy nagyon fontos kérdéskör. Most megy egy ötpárti, ami nagyon ritkán ötpárti egyeztetés, mert hogy az MSZP nem igazán képviselheti magát ebben az ötpárti egyeztetésben. Valamit fénybe üt arra is, hogy több milliárdot kapnak partizán kitüntetésekre, ha jól tudom, kiváló munka, érdemrendért, a szocialista hazáért érdemrendért. Ez a mai napig mennek, ezek nem a nyugdíjak, hanem ezek egy úgynevezett bónusz juttatások, de ezt előtte tudod részletesebben kifejteni, hogy most milyen nyugdíjak, milyen juttatások járnak a volt rendszer kiszolgálóinak, és ezzel mit lehet tenni, vagy mit terveztek tenni? Vitte Máriától tudtuk meg a parlament folyosóján az országgyűlés alakulása után néhány héttel, hogy Biszku Béla, 1956 utáni belügyminiszter, aki több fizikai megsemmisítésre adott utasítást, több 100 000 forintos nyugdíjjal éli boldog napjait. De hát mi nem csak fölháborodtunk ezen, ugye, ha már kiszivárgott ez az egyébként szigorúan személyes adat, de hát azért tudjuk, hogy Kubatov Gábor és társai azért sok személyes adathoz hozzáférnek, de ha már kiszivárgott, joggal háborodtunk föl, sőt, mi nem csak háborgunk, parlament büféjében, hanem rögtön ki is dolgoztuk rá, és az országgyűlés megalakulás után 2 hónappal be is nyújtottuk a hatályos lengyel szabályozást átültetve a magyar jogrendszerbe, mielőtt még valaki azt mondja, ugye a kormánypártok részéről, hogy már megint egy megvalósíthatatlan javaslat, ugye, mert rendszerint ezt mondják az általunk felvetett problémákra. No hát ez már egy, a rendszerváltás komolyan vevő országokban már megvalósult javaslat, ezt átültettük a hazai jogrendszerbe, azóta napirendre vételre vár, azonban ahogy láthatják itt ott a YouTube-on, vagy aki hétfőnként 2 óra körül belenéz a parlamenti közvetítésekbe, akkor szavazzák le 7-től 7-re a kommunista luxus nyugdíjaknak, a nyugdíj privilégiumoknak, még a napi rendre vételét is. Tehát nem arról van most vita, hogy pontosan ez milyen kört érintsen, mondjuk szerintük érintenie kellene az ügynököket is, persze előbb fel kellene tárni az ügynöklistákat, ugye sorolhatnánk, hogy mivel nem értenénk mondjuk egyet a Fidesszel, hogy nem csak egy-két szimbolikus Biszku Bélával intéznénk el ezt a dolgot, hanem ez több ezer embert érint. Több ezer katonatiszt, MSZNT vezető pártitkár volt, aki ma ezért kiemelt több 100 000 forintos nyugdíjat kap sok esetben, ez évi több milliárd forintot jelent. Tehát szerintem nem a kis embereket kellene inkább sanyargatni, hanem például ehhez kellene elsőként hozzányúlni. Ha már elszámoltatástól nem terpénye Biszku Béla, akkor is legalább ne jutalmazza ez a bizonyos fülkeforradalmi kormányzat. Csak azért, ugye nem azért kap most magas nyugdíjat, mert valami tisztességes munkát végzett, hanem az akkori magas jövedelme alapján kap alapból ma magas nyugdíjat. És valóban, ahogy kérdezted, erre rakodnak rá még sok esetben a rendszerváltás óta több milliárd forintot kitevően, évig kb. 200 millió forintról van szó, amik a kommunista kitüntetések után járnak. Tehát nem elég, hogy mi mondjuk normális esetben az MSZNP Központi Bizottság tagjának, Kovács Lászlónak az egyként végzett munkájáért, hanem adnánk nyugdíjat. Tehát ez nem volt értelmi építő tevékenység, tehát inkább el kellene számoltatni. De az a minimum, hogy ezt nem jutalmaznánk, de tehát az akkori magas jövedelme alapján sem járna, az alapszabályok szerint sem, megítélésük szerint nyugdíj, ilyen magas nyugdíj. Az viszont végképp elképesztő, hogy vörös csillag érdemrend, fegyveres harcokban részt vett partizán, és ehhez hasonló tucat kommunista kitüntetés után ma is jár életjáradék nyugdíj kiegészítés. Hát erre is benyújtottok egy külön törvényjavaslatot, mert egészen elképesztő, hogy ezekért még plusz az alapból magas nyugdíjára még rájön sok esetben több 100, kb. 1300 embernek
még egy rendkívül magas nyugdíj. Hát mi ezzel szeretnénk változtatni, ez az, aminek viszont sajnos a kormánypárti képviselők egytől egyig még a napirendre vételét is leszavazzák ennek a javaslatnak. Erről sajnos nem lehet beszélni. Ugye néha bedobják ezt előállítani, hogy Pintán Mária, hogy most az új alaptörvény megteremtette a lehetőséget ennek a megvonására, ne szórakozzunk már egymással. A lehetőség az megvolt eddig is. A törvényjavaslatunk például ott van. Érdemi intézkedéseket várnánk. Normális esetben vissza is kellene venni az elmúlt 20 év szerintük jogtalanul erkölcstelenül kifizetett nyugdíjait. És akkor még nem beszéltünk a rendszerváltás előtti időkről. De az elképesztő, hogy még mindig több százezer forintos nyugdíjat kapnak, mert erre nincs idő. Van idő a médiatörvény átalakítására, és mindenre, amivel a hatalmukat tudják bebetonozni, de arra nincs idő, hogy a kommunistákat elszámoltassuk, majd legalább a jutalmazásoknak véget vessük. És hogy erről még beszélni sem lehet, azt jól mutatja, hogy sikerült elérni a Magyar Rádió Ütköző című műsorában, ami a ma déli adás erről szóljon. A munka ünnepén elvégzett munkának tekinthetjük el itt a kommunista ünnep kapcsán ezeket a nyugdíjakat. Lehet-e munka alapján járt nyugdíjnak tekinteni? Azt gondolom, hogy aktuális téma. Ennek ellenére az MSZP és egykori a szocializmus idején ügyészként tevékenykedő Ivkovics György ugye csak telefonon volt hajlandó, gyakorlatilag hallgathatatlanná téve a műsor, mindenbe belebeszélni, olyannyira fölkészületlenül, hogy nem is tudta, hogy mi a téma, egy perccel az adás előtt kérdezte, hogy akkor mi is lesz. És úgy szétbeszélte a műsort, hogy egyszerűen hallgathatatlanul a szerkesztő azt mondja, hogy ezt vegyük fel újba mással. Hát valaki ellenzékivé kell, ugye, olyan nincs, hogy csak a Jobbik képviselje persze az ellenzékiséget, olyan van inkább, hogy a Jobbikot rekesztik ki, ugye kizárólag. És hát mit csináltak? Meghívták Schiffer Andrást ugye ebbe a vitába. Ő azonban szabotálta egyszerűen ezt a műsort, erről a témáról szerinte nem aktuális beszélni május 1-én, és egyébként is cenzúrát kiállt a Ivkovics György, egykori ügyész, hogy őt kivágták a műsorban, mert bizonyára olyan keményet mondott, tehát ő és a keménység. A fölkészületlenség és a hallgathatatlannál tevő folyamatos mellé és belebeszélés volt az, amit végül sajnos a Magyar Rádió meghátrált így a kormánypártok és a Jobbik közti vitát, hiszen van köztük vita, ők szavazzák le a javaslatunkat, ugye, ezt nem engedték így hallgathatóan adásban, hanem egy ilyen hallgathatatlan műsor lesz most déltől a Kossuth Rádió adásában, hiszen, hogyha a balliberális oldal, az MSZP és az LMP cenzúrát kiált, és akár az Európai Unióig elszaladva nemzetközi médiahisztit, ajvékolást vágnak le, akkor bizony rendre megkátrálnak. Pedig valójában kirekesztés csak a Jobbik Magyarországért mozgalmat éri, hiszen például a déli krónikában is az idei összesített adatokban nem egy-két nap vagy egy-két hét kiragadott adatát mondom, és nem a Jobbik kutatását, hanem a médiatanács. Ha csak fideszes tagokból álló médiatanács statisztikáit nézzük, akkor például a déli krónikában most utána néztem, az idei összesített eredmény alapján az LMP több megszorolási lehetőséget kapott, jóval több megszorolási lehetőséget, mint a Jobbik Magyarországért mozgalom. Az MSZP meg egyenesen több mint kétszer annyi megszorolási lehetőséget, miközben elvileg törvényi előírás a kiegyensúlyozott tájékoztatást követelni. És ők kiáltanak cenzúrát, miközben, hogyha nagy nehezen sikerül elérni, hogy egy ilyen elképesztő társadalmi igazságtalanság, mint akár a kommunista luxusnyugdíjak ügye, és az erre vonatkozó már 2010. júliusa óta az országgyűlés előtt elfogadásra, sőt egyáltalán napirendre tűzésre váró törvényjavaslatunknak a vitáját nem lehet lefolytatni, még úgy néz ki, hogy a közszolgálati rádióval sem. Hát remélem nem kell megvárni 2014-et, de legkésőbb akkor, nem csak hogy megvonjuk ezeket a nyugdíjakat, de visszamenőleg is el fogjuk számoltatni ezeket a kommunista nyugdíjakat. De sokszor elhangzik, hogy érintettség okán szeretne valaki felszólalni. Novák előtt rendszeresen szokott ezért hozzászólni, amikor úgy érzi, hogy valaki nemtelenül találja meg őt. Hát most Burány elemet jelezte nekem, hogy érintettség okán ő is a kommunista nyugdíjak ügyében, és szeretne még valamit hozzáfűzni. Meglehetősen sokat vagyok 56-os ellenforradalom már burzsoá restaurátorok között. Tekintettel arra, hogy a Pokosz hagyományőrzőinek a tagja. És kérem, el tudom önöknek mondani, hogy a 95%-a a még élő 56-osoknak ilyen 30-40-50-60 ezer forintos nyugdíjat engődik, addig, amíg az őket letartóztató, őrző, elítélő, kivégző társaság több százezer forintos nyugdíjat kap a mai nap. Rendszerváltás, ezt kérem. Ezt kérem, semmi más, mint módszerváltás. Ez egy módszer. Más a módszer ma,
a magyar szabadság, a magyar élet tönkretételének is az eltörlése. Az egyik, hadd ne mondjam melyik miniszter, a mellettem lévő kis jártán megy ki ezen a bizonyos napon, amikor leszavazták, hogy tárgyalásba vegyük a diszkupéle nyugdíjak kapcsán a kiemelt nyugdíjakat, mikor elmegy mellettem, mert a kedvenc ellentésem, aki mellettem ül, nem volt bent, Csérin Gábor, ő az, aki egyébként, mikor elénekeltük a Székely Himnuszt, megkérte, hogy de milyen nóta volt ez? Nem volt mellettem, és mondom az elsuhanó, akit már végről ismerek, miniszter, hogy miért szavaztátok le, tudom, hogy nem kommunista beállítottságban miniszter, miért szavaztátok le a vasárnapi ebédnél? Nem tudtok a nagypapának mit mondani, hogy miért vettétek el a nyugdíját? Mert körülbelül ilyen a háttér gondolat ebbe, hogy a mai napig nem lehet ezzel foglalkozni, nem lehet mondjuk az 56-os még élő kis nyugdíjasok között azt az elvett pénzt szétosztani, reálisabbá téve a nyugdíjuk. Hát akkor volt itt rendszerváltás, egy nagy szalma, nagyon mindenki. Úgyhogy egy új szakítót hadd áruljak el azok, akik most itt megtiszteltek minket figyelmükkel, mert a Székely Himnuszt említette Levente, ami nekünk nagy szívügyünk volt, hogy az országgyűlés alakuló ülése után, mint egy gerilla akcióként már akkor is az országgyűlés méltóságát fenyegetve, akkor még az országgyűlési őrség által nem kivezetve, de elénekeltük. Zavarban is voltak néhányan, ugye? Minden esetre valaki kiborult, valaki beltátogott, vagy kereste a szavakat. Minden esetre, hogy azért mennyire tudjuk a közállapotokat megváltoztatni. Még így egy ilyen kétharmados túlsúlyjal szemben is, hiszen hogyha kellő társadalmi nyomás, igény, elvárás van, akkor azért a kormányzat is, ha csak a felszínes dolgokban is, de igyekszik változni. Hát kérem szépen, holnap, amikor az országgyűlés egyetlen napirendben egy ünnepi plenáris ülést, egy államfőválasztó ülést fog tartani, akkor most már a hivatalos program része lesz, hogy a Székely Himnusz közösen elnök felvezetővel. Veszkeneli és kinyomtatja a szoci képviselők részével a törvényt. Egy poént akarok csak elmondani, a jókedvet kicsit térjen vissza közénk a sok szoci hallalán, hogy megmaradtak a komcsi nyugdíjak, meg ilyenek. Törzse Sándor barátom, akit én nagyon kedvelek, de azt hiszem sokunk kedvence. Egy apropó kapcsán felszólaló, MSZP-s átvezér. Mesterházi, bocsánat, nem is teszem. De nem is baj, szerintem nem is az ember. Mesterházi, igen, felszólal, és nem bírt magával Sanyi, és bekiabálta, hogy szarházi hazaáruló. Új helyi úr volt, akit én magunk között vagyunk, én magammal úgy hívom, hogy az új hülye. Új helyi úr azonnal leállította az ülést, összeinták a párbizottságot, fel lettünk jelentve, na most jön, akkor én most kapasztoljam. Nem a hazaáruló volt a gond, a szar. Számukra egy evidencia, hogy hazaáruló. Új helyi úr, nem új helyi úr. Előtt már beletapott a médiumok elhallgatásának kérdésébe, ezt hosszan elemezhetnénk, de most mind a kettőtöktől egy egészen új dolgot kérdezek. Azt, hogy hány ember tud kivenni az országgyűlésből egy jótékost. Ez most egy ilyen, úgy tűnik, hogy egy ilyen egyszerűs kérdés, viszont az új házszabály vagy háztörvény, az most már úgy működik, hogyha a levezető elnök által nem elfogadott kijelentések hangzanak el egy-egy felszólalásban, akkor
közügy, ami ott történik. Szóval rá fókuszálnak az éppen felszólaló képviselőre, és az rendszeresen körbeüli az a néhány jelenlévő kormánypárti képviselő, és így mint egy ülés halmazóként, biodíszertként követik az éppen felszólaló képviselőt. Volt még semmilyen Zsolt is, ugye, hanem nagyobb hatásköre nincsen szegénynek, ugye. Ezt a feladatot választhat, hogy mint egy 10 sor a hátrébb ülve, éppen jut egy KDNP-s képviselőtársa mögé, hogy úgy tűnjön, hogy dolgoznak. Hát ugye az álláshalmozásukat üléshalmozással igyekeznek kompenzálni. Az efféle csalásoknak kellene inkább szemfényvesztésnek véget vetni, ami jól szimbolizálja bizony a politikájukat is, ami rendre kimerül a szép szavakban. A szép szavakban legyen szó az alaptörvény a magyar föld látszólagos védelméről, hiszen az igazi alkotmányos védelem helyett, amit a Jobbik javasolt, ugye szép szavak abban merülnek ki, hogy a termőföld az közös örökség részét képezi. Egy szép mese, szép alapelv, egy jelszó lehet, de ez nem biztosít jogi védelmet, mint ahogy szép antikommunista jelszavak szintjén is közszegyszerű alapigasságok, alaptörvények foglalásában kimerül ma sajnos az érdemi intézkedés, mint például az a közszegyszerű szinte kocsmai alapigasság, mondjuk, hogy az MSZNP jogutódja az MSZP. Na hát, lehetett ezt már hallottad valaha? Hát röhely, hogy itt tartunk az érdemi intézkedések helyett. Szerintünk az sérti az országgyűlés méltóságát, hogy a magyar embereket megtévesztik parasztalatítás, szemfényvesztés, amit művelnek, és erre fogunk rávilágítani legkésőbb fókuszat a szemlétben. Ha nem lehet hozzá, szintén a szájkosár szabályozás ügyében fordulok, mert hát eddig olyan kimondatlan dolgokat mondtak ki jobbikosok egyedülként a parlamentben, ami miatt bizonyos levezető elnökök biztos, hogy alkalmazni fogják ezeket az új szabályokat. Ez a teljes esetre is igaz lehet, mert volt még napirendi felszólásod, napirendi utáni felszólásod is, ami hát finoman szólva azért kivett a biztosítékot. Szocialista körökben mindenféleképpen. Egykori kommunistáknál pedig hát 100%-osan. Tehát azért mondom, hogyha most sokan gondolom azt gondolják, hogy bármit lehet mondani. Nem, hogyha ezt úgy ítéli meg a levezető elnök, pont Újhelyi Istvánnál történt az, hogy kimondta a jobbikos képviselő a felszólalásában a cigánybűnözés kifejezést, és elvette a hangot, tehát a mikrofont kikapcsolta, és mondta, hogy az ő levezető elnöksülése alatt nem használhatja a jobbikos képviselő ezt a kifejezést. Azért mondom, hogy történt már ilyen, még a szabályozás előtt is történt, tehát akkor még nem volt bevezetve, innentől kezdve pedig már volt egy vita, Gyöngyöspatai Bizottság vitája, ahol már a levezető elnök jelezte, hogy figyeljenek a képviselők, mert az új szabályok érvényesek, tehát el tudja venni a szót, büntetést tud kiróni, etc. etc. Tehát hogyan vélekedsz te erről az egész kérdésről? Mennyire lehet visszafogni a jobbik képviselői egy-egy ilyen szabályozással? Nem fogják kimondani az igazságot, vagy nem fogják kimondani azt, amit gondolnak? Én azt gondolom, hogy ki fogjuk mondani az igazságot, mert olyan vagyunk, hogy nem bírjuk meg állni. Ez többféleképpen, hogy történik elő irodalmi rafinériával, körveiben mindenki érti, hogy miről beszélünk, nem tud belekötni a ügyet. És a másik az, hogy nyilvánvalóan lesznek ennek áldozatai is, akik erre valamilyen formában ráparaknak, büntetést kapnak, vagy egy más szankciót. De hagyd mondjak egy vigasztaló példát. A eddigi parlamenti felszólalásaink közül a legsikeresebbnek a múlt tartó, amikor a Menzel Erzsébet nevezeti kormánypárti képviselő beadott egy törvényjavaslatot, hogy április 25-e legyen az emléknapja a Szovjetunióban így vagy úgy elhurcoltak áldozatának. És hogy ahogy a kommunizmus áldozatainak február 25 Kovács Béla vizsgatva elnök elhurcolása kapcsán, hát ez meg legyen április 25-e. Na ehhez voltak különböző hozzászólások, hoztam rövidebbek. Én is jelentkeztem, mert már nem bírtam tovább, egy kicsit késve érkeztem, orvosi vizsgálaton voltam a parlamentben, és 5 perc. És a következő történt. Hát ugye a témára való tekintettel a szocik nem tolongtak a frakció helyükön. Összesen 3-an voltak bent, Lumpen, Lampert, Monika, kettő pasas, már nem emlékszem a nevükre, de nem is érdemes megjegyezni. És kérem szépen, mikor az elnök, Jakab úr volt éppen az elnök, egyébként ő még a szimpatikusabb elnökök közül való, felszólított, hogy hát akkor
tartja meg a bejelentkezésem alapján a felszólalást. Mind a hárman fölálltak és kimentek. Hát igen, tettem benne egy-két megjegyzést, például azzal fejeztem be, hogy nekünk a kommunistákból a legkocsírkat is van. És ezt én valóban. Egy szerb kommunista, mondjuk Milosevic, hát először szerb, aztán szerb, aztán harmadszor is szerb, és csak utána kommunista. De elmondhatom ezt a buta Tóth Mecsiára, vagy a Kucsmára, az ukránra, vagy Juni Téhezka, bármelyikre, aki körülöttünk van. Ezek mind a nemzetükért harcolók. A mi kommunistáink, a mi baloldaliak, azok mindig a hazaárulásba jeleskednek, a kezdetektől fogva. Ami a baloldalisággal megfertőzött zsidó nagypolgári osztálynak a társulata volt, és Károlyi Mihály szervezte őket Galilei körül, aki egyébként a Poincaré családon keresztül már akkor kémkedett a francia titkosszolgálatnak az osztrák-magyar monarchia hadereje, katonai beosztása, stb. Stb. Területére Károlyi Mihályról beszélek, akinek szobra volt a Kossuth téren idáig. Kérem szépen, ez a mocskos gazember szervezte meg az egész Magyar Királyság szétrobbantását. Hát nem csak azzal, hogy kikiáltotta a köztársaságot, és tönkretette a királyságot, azt a kohéziós erőt, amire ha máskor nem, de akkor rohadtul szükség lett volna, hanem kérlek szépen még kinevezett olyan embereket, mint Linder Béla, kérem szépen, aki 9 napig volt hadügyminiszter, és lefegyverezetten küldte haza Erdélybe a bevonuló románokkal szembe a székely hadosztályt. Kell ennél nagyobb hazaárulás, de úgy egyáltalán az egész időt. Na most nem akarok történelmi órát tartani, de az egész történet katasztrofális, és mikor befejeztem a beszédemet, ez a keddi felszólalásba, ami majdnem 6 perc volt, Jakab nem szokott rám szólni, ő is élvezi, mikor szírom a kommunistákat, szerintem. És kérem szépen, leültem, na akkor bejöttek Lumpen Módiék és tettem. Kérem szépen tisztelettel, és mondtam ott mellettem ülőknek, hogy életem legnagyobb sikerének eltávolítottam legalább ennyi időre a szocikat. Mindenkinek megköszönjük a figyelmet, aki velünk tartott erre a szűk, sajnos csak 55 percre. Délben kezdődik Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő előadása. Még egyszer köszönöm Novák Előbbnek és Murányi Leventőnek. Lesz az újjó!